Sziasztok, Ilenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig folytatódik a gyerekkorunk lerombolása, ugyanis elhoztam nektek egy újabb SpongeBob-os horrorjátékot. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de itt is vagyunk már a játékunk menüjében, amelynek az a címe, hogy Planktonnak a terve. Na de mégis milyen terve lesz? Ismételten szeretné megszerezni bizony a herkentyű burger titkos receptjét, vagy mégis Mizu? Aha, hogy bizony? Itt is van nekünk a figyelmeztetésünk, hogy a játékunk tartalmazhat jumpscare-eket is, meg minden. Na az mondjuk baj, de így előjáróban eléggé profi game-nek néz ki. Hát rendes, még sztorink is lesz, meg minden. És mi jó a grafikája? Egyébként pár napja jelent meg ez a game. És milyen kis komolyan megy Plankton. Azaz, na melyik gombot fogja megnyomni? Itt is van már a csaja. Te nagyon idegesítő vagy. És most bizony vele telefonál. Hogyha elrontja ezt az egészet, akkor lehetséges, hogy az egész bikini fenék megszűnik. Ne! És most nekem kell gombot választanom? Ennek a játéknak akkor több kimenetele is van? Hát figyeljetek! Ez van hozzá a második legközelebb. Szóval én ezt választom. Be is nyomjuk a szemünkkel. Ne azt nyomd be! Mégis mi a bajod, Plankton? Egy darab ürülék vagy! Most már ebből láthatjuk, hogy mégis kiviseli a nadrágot ebben a kapcsolatban. Te egy lúzer vagy, illetve idióta is vagy, Plankton. Csóri amúgy. Ne már! Hát nehogy megöld magadat! Mi ez a game? Konkrétan még csak most kezdődött el, és Plankton öngyilkos lett. Hát de hogyan lesz akkor neki bármilyen terve? De az a Mr. Rák úr csupán egy robot volt akkor, ugye? Na de, most már itt is vagyunk a rozsdás rákollóban, most már csupán az a kérdés, hogy mégis kivel lehetünk mi, de szerintem nagy eséllyel SpongeBobba, azaz nyissuk is ki a széfet és raboljuk ki itt a rozsdás rákollót, de sajnálatos módon nem tudjuk, szóval nézzünk még jobban körbe. Ez az ajtó nekünk teljesen le van zárva. Hogy mit csináltok? Hát pörögnek itt a titkos bizniszek! Mi nem csak hamburgert árulunk, ahogy látom. De Csórival mégis mi történt? Lehetséges, hogy becsődöl itt a rozsdás rákolló. És bizony, totálisan sokban van. Hát errefele sem tudunk kimenni. Kell nekem egy herkentyű burger, és tempózzál, ugyanis nagyon, de nagyon nagy szükségünk van rá. De fúj, csótányok is vannak itt, meg minden, de kéne nekünk hozzá a titkos recept, amelyet bizony innen a széfből tudunk kivenni. Jó, szerencsére nem kell nekünk kombináció hozzá. Itt is van. És akkor most, hogy mi marihuánát fogunk rakni a hamburgerekbe? Hát ezért van ott az a pár bokor nekünk. De miért kell elrontod ezt az egészet? És tudjátok, igazából a mesében is lennének ilyen dolgok, vagy valami. Kell nekünk akkor sajt, 3 g fű, húspogácsa, illetve 2 zsemle egy hamburgerhez. Oké. Hát bízzátok csak ide, SpongeBob megcsinálja Mr. Robert irányításával. Na várjatok csak, először is ide kell raknunk a vágódeszkára a bucikat, most pedig a hűtőből ki kéne vennünk húspogácsát. Miért van egy bilincs a hűtőben? Szerintem nem szeretném tudni, hogy mégis mire használták. Na de ahogy látom, nagy a forgalom és pörög az üzlet, de hát ilyen titkos összetevők után én nem lepődök meg,
meg is van akkor a hamburger húsunk, szóval helyezzük is ide. Most pedig akkor jöhet is a sajt, amely szintén itt volt a hűtőben, oké. Okay. És majd akkor nekünk... le kell aratnunk meg minden. Hát figyeljetek, én leszedem! De ki volt az az elvetemült állat, akinek ilyen beteg játék ötlet jutott az eszébe? És kajakra így fog kinézni a herkentyű burgerünk. Most pedig... Ja, hogy ez nem az az ajtó, ki tudjuk adni, azt hittem, hogy már kivihetjük személyesen, de nem. Hanem ide rakjuk a tálcára. És most mehetünk már ki a konyhából. Na, milyen tagok vannak itt a rozsdás rákollóban. Neki kell kivinni a hamburgert. Jó étvágyat, uram! Örülsz neki? Hamarosan pedig majd mindenkinek full vörös lesz a szeme, tudjátok? Hogy mit csinálsz? Felrobbant Planktonnak az étterme. Na de most már láthatjuk a bal felső sarokban, hogy ez a küldetésünk, hogy keressünk fegyvert, és bizony, menjünk is át hozzá, és nézzük meg, hogy mégis mi történt ott. Tudja, hogy akkor majd a robot rákurral harcolnunk kell, vagy valami. Na de merre találhatok fegyvert? Amikor is sem erre sem tudok menni. Aha, hogy itt volt végig az orrom előtt, csupán nem vettem észre. Melyik a rendőr? Ja, hogy itt van a rendőr, mondja, hogy ez nem a miénk, és tegyük vissza. De, ez most már az enyém. Bam! Na? Most arcoskodjál! Nagyon nem kellett volna ezt meglépnünk. De hát, a játék ezt akarja, és tudjátok, hogy igazából a játék nem is akarta ezt. Na de van itt nekünk. Egy kocsink, ráadásul egy rendőrautó, nem tudunk ezzel menni, értitek? Hogyha már elloptuk a rendőrnek a fegyverét, akkor vigyük a kocsiját is. Hogyha ilyen bűnöket követünk el, akkor kövessünk el még többet ugyanis. Innen már nincsen visszaút, és nincsen semmi veszíteni valónk. Jó! Ide be is jövünk az alaksorba, akkor most ebből kiderül, hogy mi nagyon is Spongyabobbal vagyunk, de nem, ugyanis... Nincsen nálunk fegyver. Ja, hogy elhagytuk a fegyverünket, és mi tényleg akkor Spongyabobbal vagyunk, bár eléggé furán néztünk ki, először azt hittem, hogy már bizony Spongyabob klónja is van Planktonnak, vagyis pontosabban a volt Planktonnak. Hát figyeljetek, én láttam egy gombot, és azt egyből meg is nyomtam. Nem a legesleg racionálisabb döntés ez. Nekünk kéne ide valami madzag, amely bizony itt van, és majd a szellőzőn keresztül besúranunk. Hát ilyen kis rafkósak vagyunk, mi nézzétek meg. Hoppá, hoppá! Aha, hát nagyon is megoldottuk, jó. Ott van amúgy egy kamera. Nem kéne lebuknunk. Na de miért nem tudok ide bemenni? Vagy lehet, hogy most pedig oda kéne vinni egy széket? Ja, hogy itt van egy létra. Szóval most akkor oda tudjuk támasztani, és akkor a kötelünk segítségével csak lehúztuk akkor. Ne! Itt pedig már egy durvább fegyver van! Hát hatalmas nagy darálások lesznek itt. Tisztán egy FPS játék lesz ez már. Aha. Találtunk itt töltényeket, és a fegyverünkön látszódik, hogy 96 darab ammónk van. Ezt vajon be kéne lőnünk? Hát nem tudok rálőni, szóval akkor gondolom, hogy kéne hozzá egy kulcs. Halljátok, itt szenvedek ezzel az egésszel már mióta, és most láttam videóban, hogy bizony ezt le kell lőnünk valahogy. Ja, várjatok, hogy be kell töltenünk a fegyverünket, és úgy. Hát nem is értettem, hogy miért nem tudtunk lőni, de akkor ezért nem. Na de itt mégis mi lesz? Mintha amúgy az ajtónkra az lett volna írva! Nem már! Hát megöltek! De jó, és most előről kezdődik ez az egész. Túlságosan előre mentem szerintem. Hát hamarosan ebből a gameből egy rage game lesz itt. Nem voltam én erre felkészülve, hogy majd most itt idegeskedni fogunk meg minden. Na de most jó lesz, én nagyon is érzem. Oké? Bam, 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 kapta. Szuper.
elfelejtettem felvenni az itt lévő ammót. Szóval gyorsan fel is veszem. Nehogy pont ezen a 15 ammón múljon és emiatt ne haladjunk tovább. Milyen kis dárkos hangulata van amúgy ennek az egész játéknak. Na de ide nekünk kéne valami beléptető kártya, amelynek köszönhetően tudnánk használni a liftet. De mintha a rák úr elment volna valamerre, vagyis pontosabban a robotja. Megtaláltuk! Léci, ne hajj meg! De azt mondja, hogy szeretne nekünk adni valamit. Jaj, nem akartam lelőni én. És kaptunk tőle, várjatok csak, healt, amelyet a hang segítségével tudunk alkalmazni. Szóval most akkor behíleltük magunkat. Aha, sikeresen megtaláltuk a kártyát, és akkor most már fogjuk tudni használni a liftet. Hát persze, hogy fogjuk tudni használni! Hagyj békén! De fú! Rettentő kevés az életünk már megint. És hogyha most ne talán meghalunk, akkor a leges legelejéről fog újra kezdődni az egész játék. Hát én nagyon nem szeretném azt, ugyanis eléggé jól állunk már itt a történésekkel. Tényleg nagyon óvatosnak kéne lennünk. Ugyanis bármikor történhet itt bármilyen durva dolog, hagyj békén! Ja! Hogy ezek azért vannak? És akkor most itt nekünk boss fight van. Nagyon remélem, hogy van checkpointunk a játékban, ugyanis nagyon be fog minket darálni! Hagyj békén! Aha! Egyáltalán nem is sebeztem! Á, esélytelen! Jó, van checkpointunk a játékban. Nincsen annyi töltényünk, hogy egyesével tudjunk annyit sebezni, hogy bizony bedaráljuk. Szóval valami hatalmas nagy taktikát ki kéne találnunk és reménykednünk abban. Hát konkrétan kettő ütés vagyok neki így a respawn után, és reménykedni abban, hogy egy hordó a sebez mondjuk bele 5000-et. Aha, nézzétek meg, nagyon sokat sebzett az a hordó. Jó, jön a lézerszem, de mi ezzel nem foglalkozunk, hanem bizony nyomatjuk a hordódarálást. Vészesen fogy az életünk. És már a közelében nem is volt hordó. Hát látjátok, nagyon könnyű itt meghalni. Várjatok, már itt van nekünk egy csomó healünk. Hát így azért teljesen más itt a szituáció. Ne 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 ne. Jó. Oké. 20-akat sebez bizony egy ilyen csapással. Felveszem az itt lévő healeket, illetve még itt is van egy csomó heal. Hagyj békén! Meg van egy csomó ammónk is már. Hát akkor talán ez meg lehet. Vagy nagyon nem? Jó. 20-akat sebzünk bele, azt jól láttam. Hát ez nem volt jó ötlet, és itt nem sebzett, jó. Á, nagyon a hordókra kell támaszkodnunk. Nem akarsz egy hordóhoz közelebb jönni? Gyere már ide! De tényleg! Ahó! Ez a lézer nagyon is. Ja, hogy a hordókat lehet bizony görgetni. És hogyha ide rakom, jó? Ha meghalunk, se baj. 9 HP. Tökéletes ez a 9 HP, most haltunk meg, szuper, legalább ez a kör most arra jó volt, hogy erre nagyon is rájöttünk, hogy az összes hordót tudom görgetni. Ne halljunk meg, Léci! Szuper! Jó! Meg is vagyunk, na mi van veled?
Mr. Raku robot! Csak nem legyőzött téged az elek, ó, dehogy nem! És ez a játékunk vége? Hogy megmentjük bizony bikini feleket? Hát ilyen spondja Bob, egy igazi hős, egy igazi legenda. Most már jönnek is a rendőrök, aha! Mi ahogy nézem, rettentő ramat állapotban vagyunk, de annak ellenére életben vagyunk, és ez a lényeg. Hát hogy megmozdítottuk a kezünket? Na! Csak észrevesz minket a rendőr! Ha-ho, itt vagyok! Ne, már! Meghalunk! De ne! Most akkor ennek az egésznek nem lesz happy end a vége. A rendőrök, ahogy hallom, csúnya vereséget szenvedtek, ugyanis azon a helyen még rengeteg ilyen robotszörny lehetett, illetve Spongya Bob is meghalt. Pedig mi mennyire hősiesen küzdöttünk, de hát sajnálatos módon ez lett a vége, ennyi is lett volna ez a videónk, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a végigjátszásban, hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is, szevasztok!